Jó napot kívánok! A IPOSZ elkövetkezendő percekbe kezdődő közgyűlésén azért fontos a részvételem, mert ugye az IPOSZ legjobb emlékezetem szerint 165 tagszervezetet képvisel. Gyorsan hozzáteszem, hogy vannak olyan szervezetek, amelyek ugye nem tagjai az IPOSZ-nak, de vállalkozókat tömörítenek. Ez praktikusan azt jelenti, hogy több mint 1 millió magyar vállalkozó érdekképviseletét látja el az IPOSZ vagy szervezetformába, vagy erkölcsi kollegiális alapon. Magyarországon, ha igazak a számok, akkor mintegy 1.600.000 vállalkozói igazolvány van kint. Tudjuk, hogy ez nem mindegyik működik, de ma Magyarországon a mikro, kis és közepes vállalkozók létszáma az 1 millió fölött van. Ez a magyar társadalomnak, a magyar gazdaságnak egy olyan nagyon jelentős csoportja, szándékosan nem a réteg szót használom, mert ez annál lényegesen több, egy olyan szegmense, amely több tekintetben meghatározó. Részben a rendszerváltás után, amikor a tulajdonosi struktúrák megváltoztak, akkor évtizedeken keresztül az volt a helyesen a jelszó, hogy a magyar gazdaság gazdasági struktúráját javítani kell, tehát az alsó szinten a mikro, kis és középvállalkozói réteget létszámba is, hatékonyságba is, eredményességébe is javítani kell, hiszen a GDP-nek ugyan egy kisebb részét, de a foglalkoztatásnak a gerincét ez a vállalkozói kör adja, erősíteni kell a középvállalkozói réteget, és a piramis csúcsán vannak, amit hát hol zászlós hajónak nevezünk, hol a gazdasági bajnokoknak, akik a nagyvállalati struktúrát viszik. A mai közgyűlés, az itt most hátam mögött lévő kollégák, ezek ebből a legalsó társadalmilag foglalkoztatás, és egyre inkább a megtermelt értékek szempontjából meghatározó szerepet játszó intézményrendszernek a országos képviselői. Szangsúlyozni szeretném, mert most Budapesten beszélgetünk, de itt a hátam mögött az egész ország. Itt van valamennyi részben megyei szervezet, részben szakmai szervezet, prominens vezetői itt vannak. Ezért nagyon fontos, hogy a kormány jelenlegi helyzetet tartozó értékeléséről, az előttünk álló feladatokról itt beszámoljak, és reményeim szerint olyan információkat közöljek, amely ezt a 1 milliót jóval meghaladó vállalkozói réteg mindennapjait, a megélhetését, az egzisztenciáját érinti. Társadalom szempontjából a mikro, kis és középvállalkozói réteg adja a nemzet és a nemzeti gazdaság gerincét. Attól, hogy egy nemzet állatalpán és felegyenesedve áll, az a gerinctől függ, és ez a vállalkozói réteg, amelynek mindennapjait a valós munka, legyen az termelés vagy szolgáltatás, ez adja a nemzet gerincét.